Így rohantak a gyűrűs farkú makik reggelizni. Akik közül a képeken is jól látszik, ketten anyukák lettek. A győri állatkert 4 felnőtt egyedéből 3 nőstény, akik közül ketten egy nap különbséggel ajándékozták meg az állatkertet a kölykökkel. Július 18-án és 19-én két egymást követő napon született két kölyök a gyűrűs farkú makik csapatában. A látogatók már megtekinthetik őket itt a megújult makizóban, ami az idejében nyitotta meg a kapuit, és ide az ide érkező látogatók szó szerint Madagaszkára csöppennek, ugyanis egy sétát tehetnek a makik kifutójába és testközelből is találkozhatnak az állatokkal. A makiknál a hímek nem vesznek részt a kölykök nevelésében, viszont a nőstények annál jobban óvják őket. A 2 hetes új lakók többnyire anyjuk hasán kapaszkodnak, majd ahogy nőnek, egyre több időt töltenek a nőstény hátán lovagolva. Jól látszik, hogy ezt már az egyikük ügyesen gyakorolja is. Azzal azonban még várni kell, hogy megtudjuk, milyen neműek az állatkert új lakói. Jelenleg a győri állatkertben 4 gyűrűs farkú maki él, a csapat 1 hímből és 3 nőstényből áll. Most a Lenke és a Fáncsi nevű nőstényeknek született kölyke. A kicsik nemét még nem tudjuk, ugyanis az első időkben az anya hasán hordozza a kölyköket, és ugye ezt nagyon nehéz lenne megállapítani. A makik ezúttal is nagy érdeklődéssel közeledtek mindenkihez, viszont az anyaállatok és a kölykök nyugalmának biztosítása érdekében az állatkert munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy a kifutó bejáratánál kifüggesztett házirendet fokozottan tartsák szem előtt.